2013-ban ünnepelték meg először világszerte a Boldogság napját. Az ENSZ közgyűlése 2012. júniusában nyilvánította március 20-át a Boldogság nemzetközi napjává, majd felszólította a tagországokat, hogy megfelelő módon ünnepeljék is meg, elsősorban az oktatásban. Az ötlet egy himalájai buddhista királyságtól, Bhutántól származik. A kezdeményezésnek 2018. januárja óta a Labor Café is tagja. Nem ez lesz az első, de ez lesz véletlenül a legösszetettebb boldogságvilágnapi rendezvényünk eddig. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne a boldogságnak egy olyan aspektusával is megismerkedni, ami tulajdonképpen minden nap az utcán előttünk hever, és csak a karjunkat kellene kinyújtani és megragadni, és élni a lehetőséggel, hogy boldogok legyünk minden nap. Szeretnénk bemutatni a 10 kulcs a boldogsághoz című programot, ami az Action for Happiness mozgalomnak a saját programja, és mind a 10 kulcsot egyenként bemutatni azoknak, akik ide érkeznek egy-egy programelemen keresztül. Így például levető és légző gyakorlatokat lehet majd elsajátítani, és kézműves kuckó várja a gyerekeket. A zeneterápia mellett kutyák és macskák segítenek boldogabbá tenni a napot. Az önkéntesek megmutatják majd, hogyan lehet mindig a jóra gondolni, és segítenek megtalálni a megfelelő munkát is az érdeklődők számára. Úgy gondolom, hogy alapvetően ez egy hozzáállás kérdése is, hiszen mindenkinek vannak problémái. Nem azt próbáljuk üzenni, hogy ne foglalkozzunk a problémáinkkal, és ne keressünk rá megoldást, hanem foglalkozzunk az élet apró örömeivel, és ne vegyünk tudomást arról, hogyha probléma van. Sőt, pontosan azt mondjuk, hogy ezekre a problémákra próbáljunk meg megoldást találni, de ne ezek töltsék ki a mindennapjainkat, hanem igenis annak is örülni kell, hogy az ember egyáltalán él, amilyen van, az neki megadatott, és azzal élnie kell. Hiszen a szakemberek is azt vallják, az élet nem az anyagi javak mennyiségétől lesz boldog, hanem a minőségi emberi kapcsolatoktól.